Három ember, öt élet. Mindenki elárul mindenkit, de leginkább önmagát. Belemenni egy ártatlannak tűnő apró kis játékba, de mi lesz a vége? Nem is olyan könnyű kijönni belőle, és ha már egyáltalán sikerül, mi marad? Harold Pinter Árulás című drámája önéletrajzi ihletésű. A belőle készült nagy sikerű film forgatókönyvéért 1983-ban a szerzőt Oscar-díjra jelölték. A szerelmi háromszög 7 éves történetét mutatja be a Komáromi Jókai Színház március 14-én utoljára. Harold Pinter Árulás című drámája alapján a darabot a Kossuth-díjas Valló Péter rendezte. Az Árulás egyetlen női szereplője Emma, aki két férfit szeret egyszerre. Bandor Éva színésznővel a három beláthatatlanul kibogozhatatlan és szétválaszthatatlan élet kusza ösvényein barangoltunk. Nagyon izgalmas a téma. Akkor, amikor felmerült, hogy kik lesznek a partnerek, az is egy dobott egy óriásit, tehát pozitívan gondolom, mert a Mokos Attilával már egy jó ideje együtt játszunk itt ebben a színházban. A Petrik Szilárddal meg annak idején szinte együtt végeztük a színművészeti főiskolát, amikor megtudtam, hogy őt elhívta az igazgatónkat, Ott Tibi, vendégjátszani, akkor meg nagyon örültem neki, mert annó mi együtt kezdtük a pályát, és aztán jó sok ideig nem találkoztunk, de nagyon szerettük egymás társaságát a színpadon. Úgyhogy még ez is dobott rajta egyet, és akkor még ezt a három embert, ha így összeállítod, és akkor elkezdi a Valló felfejteni ezt a témát velünk hármunkkal, ez meg még izgalmasabbá tette az egészet. Gyönyörű vagy! Őrült, szerelmes vagyok belém! Nem arról, hogy mit mondok! Micsoda szag! Itt sorozatosan rossz döntések születnek. Tehát, hogy szinte már olyan szinten hazudnak egymásnak az évek során, hogy ezt teljesen profi módra csinálják. Azok az emberek, akik érintve vannak ebben, tehát azok, akik nem látszanak az előadásban, azok is életek természetesen, és azoknak az életeit is mi viseljük a hátunkon, illetve mi hordozzuk a lelkünkben, aztán a tekintetünkben, aztán az agyunkban, aztán az egész lényünkben, és ez nem csak rólunk szól, hanem azokról az érintett emberekről is tulajdonképpen, akik szorosan hozzátartoznak ehhez a kapcsolathoz. Például az Attilának, a Mokos Attilának, aki a szeretőt játsza, neki van egy felesége, aki szintén olyan szinten érintette az előadásban, hogy beszélünk róla, ismerjük egymást, össze is járunk, tehát együtt partizunk, és hát ezekben a dolgokban a gyerekek, akik szintén ugye szorosan kapcsolódnak ehhez a három emberhez, mindegyik családban van egy-egy gyerek, ezeknek a sorsuk is rajtunk csapódik, tehát mint ahogy az életben is. A darab kapcsán úgy érezhetjük, a számoknak mondani valója van. A műben forrongó szerelmi hármas, a 7 évig tartó megpróbáltatás, mint egy népmesében. A néző dolga, hogy megfejtse, mi lehet ennek hátterében. Én szerintem a változást hordozza magába mindenképp. Tehát nem 7 év után kezdődik el a hazugság. Tehát ott a férfi és a nő, akik összeházasodnak, azoknak eltelik egy pár év az életükben, amikor is ez a parti rendeződik az ő házukban, és ezen a partin kiborul a Billy, és elkezdődik egy kapcsolat a barát és a nő között. És ugye 7 év után érnek el addig a pontig, amíg azt mondják, hogy ebben tovább nem lehet. Tehát szerintem én, mint privát ember, úgy gondolom, hogy 7 éven keresztül hazugságban élni, az rettentesen kimerítő. Ez a játék komoly útra küldi az emberi gondolatot, pláne ha valaki beláthatatlan ideig saját bőrén tapasztalja az árulást. Márpedig nem ritka dolog szerelmi háromszögben vívódni. A téma teljesen hétköznapi, mondhatni az utcán hever. Itt két ember van ugye, a férj és a szerető, és mind a kettőnél más-más a fontosabb. És mind a kettőnél valami játék történik. Tehát játsszuk felé. Tehát onnantól kezdve, hogy a férjemet egyszer elárultam, onnantól kezdve belemegyek egy játékba. Ami egy elég kegyetlen dolog, mert ugye sokszor csúsztatni kell és hazudni. Viszont a szerető, aki
nem teljesen nyújt kezet, és nem mondja azt a nőnek, hogy gyere velem, és én elviszlek téged egy jobb élet felé, vagy egy más élet felé, amikor te kiteljesedhetsz, és akkor húrá, most akkor együtt fogunk élni. Nem, ő nem nyújt ilyen segítő kezet, ő is játszik egy játékot, és amikor a nő erre rájön, mert ő egyfolytában gyúr arra, hogy igen, akkor most veled fogom az életemet újra kezdeni, neked fogok szülni egy gyereket, csukjuk be az ajtót magunk mögött, és kezdjünk egy új életet, akár ebben a 23 négyzetméteres kis szobában. És akkor innentől kezdve minden eldől, és minden fantasztikus lesz. De nem így történik, mert semmi nem fantasztikus. A darab egyáltalán nem sematikus, hiszen az időt visszafelé pörgeti. Azt, hogy miként lehet kiszállni egy szerelmi háromszög zűrjéből, és milyen minőségben folytatódhat az élet a mindennapi valóságban, azt nem mondja ki egyértelműen. A választ, akár az okfejtést a nézőre bízza. Valló Péter arról is tesz, hogy ne maradjunk humor nélkül. Igaz, kissé fanyarú tablettát dob a poharunkba, de legalább van íze, akár az életnek és az emberi kapcsolatoknak.